semmi többet, semmi kevesebb, ami volt meccs előtt, az csak kiderült, hogy rövid a kispad, mikor cserélni kellett, akkor nem tudtunk húzni azt, amit kellett volna. Tudtam, hogy kell még egy gól, csak sajnos nem sikerült. Gratulálom, harcoltunk, amennyit tudtunk és bírtunk jelen pillanatban. Persze, hogy látványos van, hogy miről van szó, de azt már nem akarom, azért már sokszor mondtam. Azzal együtt, hogy rövid a kispad, mennyire volt rizikós ez az Elek Gosztonyi csere? Hát Elek kért a cserét, azért mert érezte a hátuljó combot. Biztos, hogy nem cseréltem volna, ha nem kellett. Viszont jelen pillanatban csak Gosztonyi volt olyan játékos, aki esetleg tudna hozni pluszot. Ez egy kicsit szomorú, de sokszor már mondtam ezt, tehát nem akarom ismételni. Hogy érzi, milyen út vezet most ki ebből a gödörből? Hát 3-4 játékos, ha jönnek hónap, nagyon jó lenne. Megmondom őszintén, az első fél időben érthetetlen módon nem mertünk futballozni a megszerzett labdákból, és tulajdonképpen jó eltalált lövéssel vezetett a Diósgyőr. A másodikban azt kértem, hogy menjünk egy kicsit feljebb, próbáljuk meg feljebb labdát szerezni, és igenis futballozzunk, mert megvoltak a lehetőségek arra, hogy odaérjünk a kapu elé. Hál' Istennek ez sikerült is, de aztán a kiállítás után meg azt gondolom, hogy egy picit ráültünk arra, hogy jó esetleg az egy pont is. Én bennem többet éreztem benne, tehát meg volt a másik, volt még egy nagy helyzetünk ott a szöglet után, de játékban több volt ebbe sokkal. Rajci Pétertől is kérdeztem őt a játékosok szempontjából, de tőled is megkérdezném edzői szemmel, hogy ez a döntetlen most mennyire segít azon a hangulaton, vagy azon a gödrön, amibe belekerült a csapat. Mennyit számít ez most? Mindenképpen segít, tehát mindenképpen jó, ez nyilvánvalóan, ha elmegy az ember idegenbe, akkor ugye a legrosszabb pontok nélkül hazautazni, mindenképpen segít, de és talán egy picit megerősíti a játékosokat is abban a hitben, vagy abban, amit én naponta próbálok a fejükbe verni, hogy igenis kell futballozni kell, mert lehet, és tudnak is futballozni, csak én nem értem ezt a félszt, ami bennük van egyszer-egyszer, vagy hát elég gyakran például ma is, de talán ki tudunk ebből is jönni jól.